Kérdőív. Bejöhetek? Kérdezte Szent Péter. Mit akarsz? Betette oda a jóisten. Egy papírt kell kitöltenem. Akkor tedd meg. Kitölteném, csak mi? Van itt egy kérdés, és nem vagyok biztos a válaszban. Miből gondolod, Péter, hogy én tudom? Hát, ha ön nem, akkor ki? A jóisten az ablakhoz lépett. És mi az a kérdés? Maradt háttal a jóisten. Az, hogy ki a végső magánszemély tulajdonos. Tessék? Azt firtatják itt a papíron, hogy kinek az érdekében áll ez az egész. Miféle kérdőív ez? Valami pénzmosási, szabadkozott Szent Péter. Pontosabban, a lábjegyzetben olyanokat említenek, hogy üvegzseb és offshore vállalkozások. Aha. És mihez kell? A megbízáshoz, amit az ön kérésére adtunk ki. Azt mondják, addig nem kezdik el a munkát, ameddig nem töltjük ki ezt a papírt a jogi előírásoknak megfelelően. Jó, rendben, hagyd itt, majd beírok valamit. Köszönöm. Akkor én... Igen, mehet. Szent Péter az ajtó felé hátrált, majd megszólalt. Ha kérhetem, ne azt, amit a múltkor. Miért ne? Azt nem hitték el, sütötte le a szemét Szent Péter. És ezekkel mi a helyzet? Ők váltig állítják, hogy hisznek. Sőt, vasárnaponként misére is járnak. De azt is mondták, hogy a papír az papír. Hát már nekünk se hisznek? Emelte fel a hangját a jóisten. Aztán intett a kezével, mondván ezt költői kérdésnek szánta. Szent Péter már ismerte ezt a kézmozdulatot, és elhagyta a termet.